Szóval nagyjából összeállt a kert, legalábbis a veteményes része. Hát a füvesítés az még várat magára. Ugye ide egy kis komposzt megtrágya még ki lesz hordva. Ha minden igaz, még ezen a héten el lesz hengerelve, és akkor mehet bele a fű. Még ott van egy pici a régi komposztból, amit le kell rostálnom. Szofi! Szofia! Na, szóval a gyepet kivéve, meg még a pár fát, meg ilyeneket, amik már jönnek ősszel, meg még most is. Tehát, hogy ezektől eltekintve igazából összeállt a veteményes kert, amiről most szólna ez az egész. Itt közben felhoztam az angyaltrombitákat is, mind a, hát a 6 darab ónövényt, és a dugványokat is, amiket most csináltam. Illetve hát ott is van a baloldali ágyásban egy rakás dugvány, hát úgy nagyjából a fele megerett, ahogy nézem. Elkészült ez a híres neves cserepezés, ami ugye Annámnak a ideája volt. Hát dolgoztam vele rendesen, mondjuk nem volt egy nagy durranás. De azért ezek a kis, hogy viszintes legyen, meg nem tudom, egy vonalba legyen, meg ilyenek azért viszik az időt. Hát minden esetre aránylag szerintem elfogadhatóan néz ki. Ugye három ágyás van, most ha az eper, ami hát sajnos már ugye ez több éve itt van, ez majd itt jövőre nem eper lesz, ez meg ki lesz szedve, és valószínűleg baloldali ágyásba kerül át. Tehát régi már ez az eper, ezért csak ilyen közepes, meg kisebbek vannak rajta. Meg egyelőre az ágyás se töltik ki, mert ez majd itt más lesz jövőre. Úgyhogy most már nagyjából bevetésre kerültek az ágyások, hát ez a nagy még itt az előtérben nem. Ugye a frissen nyírt gyepből most raktunk rá egy kicsi füvet, hogy jobban őrizze a nedvességet, illetve a szél ne hordja el a komposztot. Hát itt vannak az angyaltrombita dugványok, egyelőre ugye elég rosszul néznek ki. A tetejét a hajtásoknak azt mindig cserében dugom el. Szia, Szonya! Szia, cincóm! Szia, cincóm! Ide jössz? Ide jössz? Na, kés csoda, hogy ide jössz. Ilyenkor nem szoktál ide jönni, amikor a kamera nálam van, ugye? Ilyenkor nem szoktál. Ilyenkor nem szoktál. Ilyenkor nem szoktál. Úgyhogy most ezt az alkalmat, ezt muszáj megragadnom. Elnézést mindenkitől, aki nem a Szonya cicára kíváncsi. De hát most ez van. Na. Szóval ennek az ágyásnak a középső fele még nincs beültetve. Itt a végén már van, azt hiszem cukkini van rakva. Csak 4 tő. És aztán, mi van, mit hemperegsz te? Mit hemperegsz te? Mit hemperegsz? Mit kelleted itt magadat? Mit hemperegsz? Mit hemperegsz, cincom? Kéne már a vacsora, ugye? Azért hemperegsz, na mindjárt kapjátok. Na, közben Szofi is megjelent. Szóval itt még középre lesz ültetve egy-két dolog, azt hiszem még paradicsomból valamilyen fajta, ez a olasz lukulus vagy valami más, majd veszünk hétvégén palántát. Illetve hát a komposztáló azt kezd telni. Ez az a vicc, hogy itt még egy óriási luk volt egy hónappal ezelőtt, csak közben a kertből annyi mindent kellett most így összeszedni pár évig. Nem igazán volt érdemben hova tölteni őket. Úgyhogy ez most hirtelen sok minden került bele, de hát ez nyilván ez meg fog rogyni. Össze fog komposztálódni, mert ez még egy ilyen laza térfogat. Hát itt van ez a kis bambusz.
Ezt azért raktam, mert majd akarok ilyen kis pecabotokat vágni, vagy ilyen kis nádi keszegezőket csinálni róla, még mindig volt egy ilyen álmom, hogy bambuszom legyen, aztán valószínűleg se csináltam meg, hát azt mondja mindenki, hogy ezt meg fogom bánni, mint a kutya. Úgyhogy lehet, hogy egy pár évig hagyom, és amikor még mód van kiirtani, akkor majd más rakok ide, majd meglátom. Itt vadon nő néhány tő saláta, ezeket majd be fogom ültetni valamelyik ágyásba. Már egy jó néhányat kipalántáztam innen. Mi van, szonyácskám? Eszed a bambuszt? Mi vagy te, panda, kérlek szépen? Hm? Panda maci vagy, Jaszin? Panda maci vagy? Hm? Leestél a fáról, és megütötted a fejecskéd, és most azt hiszed, hogy panda maci vagy te? Hm? Brummogjál nekem. Brummogsz is? Jaj, de okos vagy. Te. Kis gender panda. Na, gyere! Sofia! Most nem akar kötélnek állni. Szóval itt meg van valami virág, amit Ildikótól kaptunk, aki egy barátunk. Nem is tudom, hogy mondta-e, hogy milyen fajta, de beültettem ide. Itt ugye a kis növendéknapraforgók, mint az orgona sípok. Azt hiszem, amikor kiástam, akkor a legnagyobbal kezdtem, mert ez is így vadon nőtt, így a madáretető. Van egy hely, ahol azt így kiürítettem néha, mert ugye a napraforgó meg mellett már volt egy csomó madárpiszok, mert ugye ezek a madarak ilyen kis, hogy is mondjam, csak őket ez nem zavarja. És egy helyre, ahova mindig kiürítettem télen, ott tavasszal egy rakás kis palánta kinőtt. Ez a kis fekete szemű apró, hát ez a madaraknak jó lesz majd. És akkor itt van egy másik ágyás. Ebben itt a végében van három krumpli, egyébként a túlsó végében is van három krumpli. Az tavaly még ugye nem mi műveltük, ez idősebb barátunk csinálta ezt a jó nagy kertrészt itt hátul. Ez a hátsó kertünk. Ugye ez itt már a szomszéd, ahol a cserszömörcék vannak. Csak ugye nincs a... Tehát lábszomszédunk, és ide nem raktunk be kerítést, mert nem volt ennek soha jelentősége. Majd lehet, hogy egyszer az is lesz. És az ő testvére művelte ezt, ő rajtuk keresztül járt be, és akkor itt ő művelte. Konyhakert volt az egész, fantasztikus volt, arról is van egy-két felvételem. De még ezt a kis diófát megmutatom, mert ez aranyos. Ugye ő is így valahonnan ide pottyantotta egy varjú, gondolom, vagy nem tudom, semmi közepére hogy került. És aztán én úgy döntöttem, hogy ő életben marad. Úgyhogy jó is lesz itt majd a mesdje környékén. Ott is van egy diónk, még ott a tuják mögötti 6-8 méteres rész a miénk. Ott van egy kis hevenyészet kerítés, azt majd lebontom, egybe lesz ez a kis tér itt nyitva. Itt van egy-két ilyen roskata gazdasági épület, az le lesz bontva, meg a nyúlólak el lesznek bontva. Na mindegy, ott is van egy kis dió, sajnos ilyen 45 fokban nő a törzse, és nő rá a szomszéd fóliájára, tehát azt valószínűleg ki kell vágni, meg van itt egy sárga barack, ami hát ilyen majombarack volt, tehát nem nemes. Sajnos ez meghalt, utolérte valami nyavaja. Úgyhogy azt is ki kell majd vágnom, na de visszatérve egy kicsit a kertre. Szóval itt ezen a részen nagy hatalmas konyhakert volt, krumpli is volt, és nyilván néhány szemet nem szedtek fel, ugye a krumplit nehéz tökéletesen felszedni, és ezek is így kihajtottak, és akkor kis palántakorúban áthoztam ide, hát már elég szép. Mondjuk ezen a felén vannak a nagyobbak, azok már szép bokrosak. És akkor itt meg tök van, ilyen sütőtök, ez szintén magrókert, a régi komposztáló, aminél még ott van a rosta, amit még majdnem befejeztem már a leszitálását. Van egy-két paradicsom, hát ezek közül van ez az egész nagy, ilyen maroknyi, amiből befőzni érdemes, meg van koktélparadicsom, meg azt hiszem ott fönn van ez a normál méretű kerek, meg majd ide szintén ilyen normál étkezési kerek lesz, vagy lukulusz, majd meglátjuk. Itt a magas ágyás,
Ezt már egyszer egy korábbi videómban így nagyjából bemutattam. Igaz, hogy ott tévesen 5 köbméteresnek mondtam, holott csak 4 köbméter. Hát ez nem változtat azon a körülményen, hogy iszonyú meló volt. Ebből a komposztálóból, ami most már így elég sok minden van benne, onnan termeltem ki. Tehát ott egy gödör volt konkrétan, onnan vettem ki, vagy tudom én, több mint 3 köbméter földet. És akkor a tetejére került egy 20-30 centi komposzt, de úgy, hogy mit tudom, beraktam egy 5-10 centit, megástam, rendesen fölmásztam rá, megástam, beraktam, megint egy 10 centit, megint beástam. 15 talicskát hoztam rá, múltkor 10-et mondtam véletlenül másik videóban, de 15 talicska. Tehát a felső, mit tudom én, 20-25-30 centi, nem tudom pontosan, inkább 30 vagy 25, nem mértem meg, az gyakorlatilag komposzt, de be lett forgatva a földdel. Hát ami itt homok természetesen, tehát a föld egyenlő homok, a Csepel-szigeten vagyunk Tökölön, tehát itt csak homok van, itt nincs igazából érdemben talaj, meg föld sem, tehát jó minőségű termőföld sem. Úgyhogy itt van olyan hely, ahol 5 méter mélyen is még homok van. Tehát általában az ilyen 2-3 méter mélyen már ilyen agyagos szokott lenni, de van, ahol 5-10 métert is le lehet ásni, úgyhogy homok, 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 homok. Hát itt van a Duna 1 kilométerre. A másik Duna meg ugye sziget másik oldalán 1 kilométerre. Úgyhogy hát a magaságyásról még mit mondjak, van benne ez a petrezselyem zöld itt a végén. Közben megint itt van a szonya, ami azért érdekes, mert ő nagyon nem jön ide, ha kamera van nálam. Hát nyilván most azért van itt, mert már várja a vacsorát, és én meg itt a videóval vacakolok, ahelyett, hogy etetném szegényt. Szóval van itt a végén egy ilyen kis petrezselyem zöld, akkor a szélébe ilyen dukhagymát raktunk, a két szélébe, és akkor itt vannak padlizsánok, nem tudom mennyi, 9, akkor saláta, palánták, amiket onnan vettem ki, itt egy sajnos kipusztult, azt majd pótolnom kell, paradicsom, paprika. Hát egyelőre még így a beültetést egy kicsit megsínylették, aztán meglátjuk, mi lesz velük. Ez meg uborka, azt hiszem kígyó uborka. Erre azt mondta a kertészmérnök szomszédunk, akinek ez a kaktusz birodalma van. Arról is van fenn egy videó az oldalamon, hogy az azért jó az uborka, mert azt így ki lehet lógatni, és majd itt fog csüngeszkedni szépen a szélén, jobban éri a nap. Hát remélem, hogy nem fogja kitépni a tömegével a növényt. Ugye én gondolkodtam a tökön is, mert 2 pici tök itt kikelt, hogy benne hagyom, de aztán rájöttem, hogy ez nem annyira lenne jó, mert ha kilógatnám, akkor kitépné magát. Hát ez pala. Ez hullámpala, semmi extrém, ez a régi fajta jó erős vastag, meg ilyen akác cövekek, vagy cölöpök, ilyen, tudom én, 50-60 mm átmérő, van egy-két kisebb, meg azért van egy-két nagyobb. Ezeket ilyen, ez jó mélyenben van a földben, azt hiszem 60 centi, vagy hát nem is tudom. Ilyen mélyre vertem be, ilyen a samuval, ilyen nagy 5 vagy 10 kilós kalapáccsal. Szép dolog volt mindegyiket így ki, hogy hívják, olni, hegyezni. Hát meglátjuk, hogy válik ez be. Itt például van egy egész combos, hát emlékszem, hogy ezzel mennyit szenvedtem, mire lement. De legalább jó erősen tartják a palát. Itt meg majd lesz málna, rengeteg ilyen kis növendéke van ennek a málnának, ezt majd jövőre, ha megcsinálom a kerítést, akkor ide szépen sorba kiültetem. Eszedbe ne üssön fölmászni, nyuszi cica. Na, hess onnan, ne ott köszörüld a körmöd. Na, hát egyelőre ennyit a kertről, aztán majd még ha lesznek fejlemények, ha meg lesz a füvesítés is, meg rakok majd egy-két szép fát, díszfát, gyümölcsfát, mindenféle fát, akkor arról is csinálok egy videót. Addig is köszönöm a figyelmet.